Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortólnemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem vagytok? Nem. És mi talán a legnagyobb baj ebben a világban? Az emberekkel van a legtöbb baj? Hát jó, de mit csinálnak leginkább rosszul az emberek? Mindent. Mindent? Rosszul gondolkodnak? Negatívan gondolkodnak? Azaz nem gondolkodnak. Nem gondolkodnak. Rossz hangulat miatt. Nem veszik észre, hogy manipulálják őket. És gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé haladjon a világ? Igen. Hát mi gondoltunk, akik már itt vagyunk, nem? Ebben a közösségben, a PPA közösségben. PPA azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding. Tehát probléma megelőző holding, egyesülés. Na nézzük meg, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk. Majd mindjárt kiderül, hogy mit is csinálunk. Van egy ilyen nagyfokú elbutulás a világunkban. Ez ugye itt az elmúlt 4 évben ez tökéletesen látható volt. És ugye egy ember elbutul, akkor annak a helytelen cselekvés a következménye. Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál inkább képes arra, hogy helytelenül cselekedjen. És hát ha az ember helytelenül cselekszik, akkor problémákat okoz magának, problémát okoz a környezetében lévő embereknek, elsősorban ugye a családjának. És az azt jelenti, hogy problémával telibb lesz az élete. És ugye az ember problémával küzd, akkor egy rosszabb élet a következmény. De ez valahogy úgy van, hogy minél több butább egy ember, minél tudatlanabb, annál több bajt és gondot okoz. De ez nem úgy magától jött létre. Tehát ugye az egész emberiség elromlása az nem magától jött létre. Azt szándékosan csinálják. És ebben óriási szerepe van a médiának. Tehát médiának. Tehát onnantól butulnak az emberek, ha megfigyeltet, tehát onnantól kezdődött, amikor a rádió bejött. Tehát a rádió után bejött a tévé, majd bejött az internet, bejöttek a közösségi portálok, stb. Tehát, hogyha jobban megnézzük, akkor csak egy olyan 100 éve kezdett el elbutulni az emberiség. És mondom, nem magától butulnak el az emberek, hanem ez egy szándékos program, az elbutítás. Tehát az elbutítás. Tehát minél jobban elbutulnak az emberek, hát annál könnyebben meg lehet őket etetni, idézőjelben az etetés természetesen. Mivel? Hát olyan gondolatokkal, amit esetleg könnyedén magukévá tesznek az emberek. Tehát, és nyilvánvalóan nem olyan gondolatokat etetnek meg az emberekkel, ami az embereknek jó, hanem azoknak jó, akik megetetik az emberekkel a gondolatot. És ugye azt gondolná az ember, hogy a média, de hát itt nem a médiáról van szó, tehát itt nem cégekről van szó, hanem mindig tulajdonosokról van szó. Tehát média tulajdonosokról, cég tulajdonosokról, tehát itt mindig egyénekről, családokról van szó. Tehát ami azt jelenti, hogy
hogy a cégek mögött, a média mögött mindig egyének vannak. Lehet, hogy az egy család, lehet, hogy az egy személy, de mindig egyénről szól a történet. És ugye az emberek elől el vannak titkolva információk, ami alapján mérlegelhetnének. Mert a gondolkodás az mérlegelés. Tehát akkor gondolkodunk, amikor mérlegelünk. Ha egy ember nem mérlegel, akkor nem gondolkodik. Tehát amikor egy ember az ösztöneire hallgat, akkor nincs mérlegelés. Ha nincs gondolkodás, akkor ösztönökről beszélünk. És hát ugye ezt szépen elérték az embereknél, hogy minél inkább ösztönösen működjenek, ne gondolkodjanak, és hát ezáltal az életük úgy működjön, ahogy nem nekik jó, hanem esetleg másoknak jó. Kiknek a másoknak? Azoknak az embereknek jók, akik elnézést, akik hatalmon vannak, akik akár háttérhatalomban vannak. Tehát inkább úgy mondanám, hogy akik nagyon-nagyon gazdagok, ultragazdagok. Mi baj van a nagyon nagy gazdagsággal, tehát az ilyen ultragazdagsággal? Hát minél gazdagabb egy ember, annál jobban félti, hogy elveszti a vagyonát. Ezáltal annál több félelem van benne. És az ember úgy működik, hogyha félelemből cselekszik, akkor nem veszi figyelembe mások érdekeit, csak a sajátját. Ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja másoknak az érdekeit. Mondok példát, ugye amikor az emberek félnek, a pánik vagy a félelem az nagyon közel van egymáshoz. Egy nagyon picivel kell csak rosszabb hangulatban lenni a félelemtől, és már is pánikban van az ember. És ugye volt egy a Nyugatinál, itt Budapesten, egy diszkó tűz, még annak idején, West Balkán néven elhíresült diszkó. Azért híresült el, mert ott volt egy tűz eset, ahol a pánikoló tömeg gyakorlatilag összenyomta, agyontaposta. Tehát nem a tűztől haltak meg az emberek, hanem a pánikban összetaposták, és falhoz nyomták az embereket, és gyakorlatilag ebbe haltak meg. Tehát nem a tűztől, mert addig, mire a tűz ugye olyan mértékben tovább terjedt, addigra kimentek az emberek. Szóval lényeg az, hogy ha megnézed ennek a példának alapján, az ember, hogyha fél, akkor nem tud gondolkodni, és semmilyen más érdeket nem vesz figyelembe, csak a sajátját. És ugye minél gazdagabb egy ember, annál nagyobb a vesztenivalója, minél nagyobb hatalomban van egy ember, annál nagyobb a vesztenivalója, és annál nagyobb a félelme. És akkor ebből kialakul az a fajta működés, ahol félnek a tömegtől, félnek az egyénektől, félnek azoktól, akik képesek esetleg vezetni másokat, stb. Stb. És ennek a félelemnek következtében szándékosan olyan dolgokat csinálnak, természetesen tanácsra, javaslatra, olyan tanácsokat, olyan javaslatokat fogadnak el, amit természetesen megfizetnek olyan emberektől, kapják ezeket a tanácsokat, akik értenek ahhoz, hogy hogyan működik az ember. És ha egy ember tudja, hogy hogyan működik egy ember, akkor igenis tud olyanoknak tanácsolni, tanácsokat adni, aki nem tudja, hogy hogyan működik egy ember,
és tud olyan tanácsokat adni, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy ne kelljen félni az emberektől, ne kelljen félni a tömegtől. És ugye erre a legjobb tanács az, hogy minél jobban el kell butítani az embereket, és ezáltal a tömeget is természetesen. Minél jobban olyan szintre kell süllyeszteni, ahol már nem tud aktívan cselekedni, hanem ilyen biorobottá válik igazából. A biorobot ugye az úgy működik, hogy tehát a robot az úgy működik, hogy be kell programozni, hogy mit csináljon. Meg kell neki idézőjelben mondani egy programon keresztül, hogy mit csináljon a robot. Na szóval ilyen emberekké tudják tenni az embereket ilyen biorobottá, hogy önmagában, mivel gondolkodása nincs a rossz hangulata miatt, ezért megmondják, hogy ő mit tegyen, és ő azt teszi, amit mondanak neki. Ezzel van egy kis gond, mivel ilyen szinten manipulálható a tömeg, illetve az emberek, ezáltal ugye azok a vezetők, akik képesek arra, hogy esetlegesen ők is manipulálják az embereket, akkor azokat az embereket valahogy el kell lehetetleníteni, és akkor nincs az a gond, hogy a hatalomban lévők, azoknak van félnivalójuk az esetleges olyan emberektől, akik tehát képesek arra, hogy a tömeget a saját oldalukra állítva manipulálják, esetleg a hatalom ellen. Hát ezért vannak a polgárháborúk, ezért vannak a forradalmak, mert esetlegesen olyan emberek nőnek ki a tömegből, akik képesek arra, hogy szintén manipulálják az embereket, és maguk mellé állítsák az embereket, és ha maguk mellé sikerül állítani az embereket, akkor ugye a hatalom ellen tudják fordítani az embereket. Na most ugye ezért szükséges az, hogy megfigyeléseket csináljon a hatalom, szükséges az, hogy mindenben legyen kamerázva, szükséges, hogy a technikai eszközökön keresztül tudjanak lehallgatni, tehát a saját tulajdonban lévő technikai eszközökön keresztül tudjanak megfigyelni olyan szinten, hogy lehallgatás, vagy akár videó útján, tehát élő videó útján, tehát úgy, hogy természetesen ezeket felveszik. Hát mit tudom én, van nálad egy mobiltelefon, a mobiltelefon az tökéletesen tud hang és képet továbbítani a te engedélyed nélkül. Ugye nekem volt egy olyan ismerősöm, annak idején a 90-es években, amikor még pénzügyi szervezet elnöke voltam, hogy ugye a kémelhárításban dolgozott, elég magas beosztásban, és rendszeresen kellett menni nekik olyan bemutatóra, ahol bemutatták az újdonságokat, ugye a kémelhárítási eszközök újdonságokat. És akkor már mesélte a 90-es évek közepén, hogy például úgy készítik a tévéket, hogy a LED lámpát, ugye magát a tévét ne lehessen kikapcsolni, távirányítóval természetesen, tehát ki lehet kapcsolni, ha kihúzod, de távirányítóval ne lehessen kikapcsolni, és a LED lámpán keresztül lássanak mindent, ami a lakásban van. Ez a 90-es évek közepén, érted? 90-es éves közepén. Vagy például olyan lehallgató készülékek, érted, hogy akkora, mint egy gombos tűfej. És akkor mit tudom, hogy bemennek valahova, és így viszi a kezébe, és így elszórja, senki nem veszi észre. Mondjuk padlószőnyeg van, kizárt dolog, hogy mindet össze tudják porszívózni, érted?
és onnantól kezdve le van az illető hallgatva. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ezek 90-es években voltak ilyen technikák. Érted? Akkor gondold végig, azóta lassan 30 éve eltelt, akkor milyen technikák vannak? Na most ugye csak azért ott a 90-es években meg is győződtem róla, hogy mentünk egy szállodába rendezvényre, és ugye a tulajdonossal, szálloda tulajdonossal jó viszonyban voltam, és bevitt egy szobába, ahol tele volt monitorra. És gyakorlatilag megmutatta azt, hogy lát mindent, ami a szállodámban van. Mindent. És mondom, hogy a fenében, mikor egyetlen kamera sincs? És akkor már a 90-es évek közepén a mozgásérzékelők kameraként működtek. Érted? Tehát a riasztóhoz tartozó mozgásérzékelők, ami ugyanúgy nézett ki, mint bármilyen mozgásérzékelő, elmagyarázta, hogy az mind kameraként működik. A 90-es években, érted? A mozgásérzékelő. Hát ugyanezt tudják megcsinálni a füstérzékelőkkel, tuti, de bármi, amiben mondom egy kis LED van már kameraként működtethető, persze, már mondom a 90-es évek óta. Szóval ezt csak azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy azért csinálják ezeket az ilyenfajta technikát, mert olyan fajta félelem van a hatalomban lévő emberekben, és nem elsősorban a politikusok, most ne értsétek félre, hanem a szuper gazdagok. Tehát a szuper gazdagok félnek nagyon, tehát a szupergazdagok. De nem azok a szupergazdagok, akik igazából a statisztikákban szerepelnek, akiknek, mit tudom én, egy könyvben vagy egy újságban utána tudsz olvasni, hogy kik a leggazdagabb emberek a világon, tehát nem azok a szupergazdagok, hanem vannak szupergazdag családok. És ez a szupergazdag család, ez 13 családból áll, régen 14-ből állt, még az második világháború előtt 14 családból állt, de most jelenleg már csak 13-ból áll, mert akkor kikerült a japán császári család. Jó, mert az is benne volt ebben a Hirohito császári család, benne volt ebbe a 13 családban, a 14 családban, most már azóta, mióta ugye elvesztették a háborút, kikerült onnan is, csak 13 család van. És akkor ilyen családok vannak benne, hogy Rothschild család, Windsor család, Rockefeller család, Morgan család, Warburg család, Habsburg család, jó? Tehát akkor a Fiat tulajdonos, az a Agnelli család, tehát ilyenek vannak benne. Jó, tehát ezek a családok nagy része az évszázadok óta gazdag, érted? De ultra gazdag. Tehát amikor azt gondolod, hogy mit tudom én, mikor írják, hogy mit tudom, a világ leggazdagabb embere, mit tudom én, hány milliárddal rendelkezik, na ezek a családok, ezek annak a sokszorosával rendelkeznek, érted? Tehát ez mind család. Szóval ezt ugye miért mondom? Mert azt gondolod, hogy a világnak a történései, főleg az ilyen nagyobb történések, azok úgy létrejönnek. Létrejönnek azért, mert ugye azt tanultuk, hogy a nemzetek azok összetűzésbe kerülnek egymással. Hát ugye az talán nagyon rég volt ilyen, hogy nemzetek kerültek összetűzésbe egymással, évszázadokkal ezelőtt, de mióta ez a 13 család van, illetve ugye ezeknek az elődjeik természetesen, azóta nem erről szól a történet, és a nagy konfliktusok azok mindig a hatalomról szólnak, mindig arról szólnak, hogy ki uraljon mit. Na most, ez a 13 család
háborúzott egymás ellen itt az elmúlt évszázadokban. Nem vicc, az évszázadokban. Vagy háborúztak azok ellen, akik éppen nem fogadtak szót nekik. Érted? Tehát nem csak egymás ellen, hanem akik éppen nem fogadtak szót nekik. Mit tudom én, mondjuk nem fogadott szót nekik a francia király, érted? És akkor tettek azért, hogy szót fogadjon, mármint hogy elcsöpörték, létrehoztak egy francia forradalmat. Vagy mondjuk, hogy létrejöjjön egy gyengítése valamelyik családnak, ezért volt, hogy esetleg két-három család is összefogott ezek közül, és akkor neki mentek annak a családnak, de nem a családnak mentek nekik, hanem az ő hatalmi érdekkörének mentek neki. Tehát ez a 13 család, ez felosztotta a világot. De nem úgy, hogy leültek egy tárgyalóasztalhoz és felosztották a világot, nagy tévedésben él, aki azt gondolja, hanem úgy, hogy a hatalmi vetélkedés, háborúk, stb. Kialakították az ő hatalmi szférájukat. Hát ugye a legnagyobb ilyen hatalom volt régen, ha megnézitek, az angol, tehát a brit birodalom. Tehát a brit birodalom. És az brit birodalom az elsősorban ugye Windsor családról szól. Tehát, de a brit birodalom már nem akkora, mint amekkora volt, és a brit birodalom természetesen az valamilyen szinten vissza akarja szerezni a hatalmát. Tehát ugye itt a történelem során az elmúlt 100-120 évben azért rendesen a brit birodalom össze ment, tehát kisebb lett, és utána visszaszerezték a hatalmuknak egy jó részét az első világháborút követően és a második világháborút követően. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha egy kicsit utána nézel annak, hogy kik robbantották ki az első és második világháborút, tehát nem a németek üzentek haza hadat, nem az osztrákok, osztrák-magyarok üzentek hadat, ugye az első világháborúban, tehát nem volt hadüzenet, tehát akkor van háború, ha hadüzenet van. Most sincs hadüzenet, az oroszok nem üzentek hadat az ukránoknak. Csak hogy tiszta és világos legyen, és az ukránok sem üzentek hadat az oroszoknak. Tehát háborúról akkor beszélünk, ha van hadüzenet. Jó? Tehát amikor nincs hadüzenet, és egy ország megtámad egy másikat, akkor az konfliktus. Oké? Az egy rendezés akar csinálni, tehát nem el akarja foglalni az országot, hanem valami rendezést csinál, vagy egy bosszút áll. Érted? Tehát például most Izrael sem üzent hadat a Hamasznak. Oké, nem volt hadüzenet, hanem fogják, és ilyenkor nem akarják az egészet elfoglalni, érted? Hanem rendezni akarnak valamilyen nézeteltérést. Világos ez? Hadüzenet, és hadüzenet nélkül cselekednek. Tehát ha hadüzenet, az egy teljesen más eset. Mert az már háború. Tehát ha van hadüzenet, akkor az háború. Na most, nézzük ezzel kapcsolatban, hogy milyen érdekességek vannak. Tehát például az az érdekesség, hogy ha jobban utána nézel, az első és a második világháborúban mindig a hadüzeneteket az angolok kezdték. Mindig.
Tehát az angolok üzentek hadat az első világháborúban az osztrák-magyar monarchiának, mi közük volt a világ egy, mit tudom, több ezer kilométerrel arrébb, mi közük volt egy konfliktushoz, hadat üzentek, oké? Utána pedig a második világháborúban a németeknek üzentek hadat, mert hogy megtámadták a németek ugye a lengyeleket. De most akkor is több ezer kilométerre mi közük volt hozzá, hogy, hogy megtámadták. Világos ez? Tehát ugye az osztrák-magyar monarchia az első világháborúban a szerbeket támadta meg, ezért hadüzenetet küldött ugye a osztrák-magyar monarchiának, a második világháborúban megtámadták a németek a lengyeleket, ezért az angolok hadat üzentek a németeknek. Na most onnantól kezdve kész, ha egy ország hadüzenetet kap, akkor neki válaszolni kell egy hadüzenettel, oké? És akkor így jön létre a háború. Világos? Tehát a háború az mindig totális. Az az egész országra várhatóan kiterjed, érted? Egy háború. Nem csak az ország egy szegmentált, egy kisebb részére. Mint például most az orosz, ugye, tehát az orosz, hogy is mondjam, hadsereg, az, az nem az egész országot támadta meg, hanem az országnak egy kisebb részét ott piszkálgatja. Jó? Már egy két éve. Na most nézzük ezzel kapcsolatban, ha már itt beszélünk, itt, menjünk még egy kicsit vissza, ugye az első világháborúban. Az első világháború, ma részt vettek az oroszok. Az oroszok, azok ugye a 13 családban még mindig benne vannak a Romanovok. Csak hogy tiszta és világos legyen. Na most a Romanovok, ugye az, az az orosz uralkodó, az uralkodók, azok Romanov, utolsó uralkodók, azok Romanovok voltak. Na most, a világ legnagyobb országa, az régóta Oroszország. Oké? Utána a Szovjetunió az még nagyobb lett, de nem is ez a lényeg. Tehát Oroszország volt a világ legnagyobb országa, ami hát egy olyan hatalom volt, ami akár konkurense tudott lenni az angoloknak. Oké? És hát az angol királyi család az összefogott a Rothschildokkal, a Rothschild, király, a Rothschild családdal, és kifőzték azt, hogy megszerzik Oroszországot. De Oroszország mindig is, mivel hatalmas és lélekszámba sem kicsi, hát nem egy könnyű falat semmilyen család számára, vagy családok számára. Ezért azt eszelték ki, első világháború előttről beszélek, tehát bevonódtak az oroszok az első világháborúba, ezáltal elgyengültek, szó szerint. Majd amikor elgyengültek, ráeresztették Lenint az oroszokra, Németországból egyébként. Ugye Németország is Rothschild fennhatóság. Szóval ráeresztették Lenint, kirobbantott egy forradalmat, mivel meggyengült az uralkodóház, meggyengült egész Oroszország. Nem tudtak mit kezdeni ezzel a forradalommal, és Lenin az Rothschild bérenc volt. Világos ez? És ezáltal, mivel Lenin került az ország élére, az országot át tudták venni a Romanovoktól. Világos ez? Na most, ez nem emlékeztet valamire téged? Egy közelmúlti eseményre?
Tehát mit tervezett a, ugye, mit terveztek a Rothschildék, és mit terveztek a, mert ugye azáltal, hogy Putyin került hatalomra, ismét a Romanovok kerültek hatalomra Oroszországban, hiába volt előtte az, hogy évtizedeken keresztül a Rothschild fennhatóság alatt volt Oroszország, illetve Szovjetunió. Tehát mit csináltak, mit eszeltek ki, hogy felfegyverzik Ukrajnát, kitalálták azt, hogy a nemzetiségekkel szemben csináljanak atrocitásokat, ezzel, ugye mivel a legnagyobb nemzetiség az orosz, ezzel az oroszok előre tudták, hogy előbb-utóbb meg fogják támadni Ukrajnát, tudták előre. Oké? De ugyanazt a taktikát alkalmazzák, mint amit az első világháborúban, hogy majd az oroszok ugyanúgy járnak, mint az első világháborúban, meggyengülnek. És ugye mit jelent a meggyengülés? Tehát az a lényeg, hogy a lakosságnak legyen rosszabb. Ha a lakosság rosszabb, akkor szembe fordul a hatalommal. Tehát ez mindig is így volt, ha a lakosságnak elkezd nagyon rosszul menni, akkor mindig szembe fordul a hatalommal. Ez jól működött az első világháborúban, hogy a háború miatt ugye az oroszok éheztek, stb. Stb. Tehát nagyon sok pénzt felemésztett nekik az első világháború az oroszoknak. És ugyanerre bazíroztak most, ugyanerre számítottak most, ugye ez a két család, a Romanov meg a, nem a Romanov, a Windsor meg a Rothschild. És gyakorlatilag arra számítottak, hogy elégedetlenkedni fog a nép, és ki tudnak robbantani egy forradalmat. Így van. Csak fura mód, az oroszok most nem elgyengültek ebbe a háborúba, hanem megerősödtek. Tehát gyakorlatilag elszámították magukat. De még mindig ezért megy a háború, hogy hát ha elérik, és azért adják a támogatásokat Ukrajnának, hogy hát ha elérik, hogy minél tovább kitart Ukrajna, minél többbe kerül Oroszországnak a háború, amit esetleg a lakosságtól kell majd elvonni az életszínvonal csökkenése által, és elégedetlenek lesznek a lakosság, és ki lehet robbantani egy háborút. Na most, Magyarországon is az 56-os forradalom, az az angol és az izraeli titkosszolgálat által kirobbantott forradalom volt. Előtte nem is tudtuk, hogy nyáron 56-ban volt egy lengyel forradalom, nem is hallottunk róla, nem is tanultunk róla. Azt hallottuk, hogy a magyaroké volt az első, a fészkes fenét, a lengyeléké volt az első, azok megelőztek minket nyáron. Ott is kirobbantották ugyanez a két titkos szolgálat, hogy az oroszok figyelmét a Szuezi csatornáról elvonják. És természetesen a katonai erőjüket is elvonják a Szuezi csatornáról. Szóval lényeg az, ugye akkor már, nem tudom, tudjátok-e, hogy Sztálin az már nem Rothschild Bérenc volt. Jó? Tehát Sztálintól megszűnt a Rothschild fennhatóság, és onnantól kezdve hát azért voltak ellenség Szovjetunió Sztálintól. Tehát Sztálint kihasználták, hogy megnyerje a háborút, mert gyakorlatilag az oroszok nyerték meg a háborút, és nem a nyugat. Ezt azért hozzá kéne tenni. Tehát itt az oroszok nyerték meg a második világháborút, a
nyugatra csak besegített. Ennyi volt, semmi több. Szóval, lényeg az, hogy onnantól, Sztálintól, ugye megint elszakadt abból a kötelékből, amit létrehoztak 2010, vagy 1917-ben, ugye a Rothschildok meg a nem a Romanov, a Windsorok, így van, a Windsorok. Szóval az emberek erről nem nagyon tudnak semmit, hogy milyen játszmák vannak a háttérben. Tehát itt semmi másról nem szól a történet, csak arról, hogy hát ha ki tudnak robbantani egy forradalmat Oroszországban. Érted? És akkor megint megszerezhetik. Hát így szerezték meg Ukrajnát, hogy sikerült egy forradalmat kirobbantani, ugye a Rothschild, Romanov, Ukrajnát. Hát 14 előtt, 10-ben vagy mikor volt a forradalom. Kirobbantottak 2010-ben. Kirobbantottak egy forradalmat, vagy valamikor ilyenkor volt. 11-ben, mindegy, utána tudsz nézni a neten. Kirobbantottak egy forradalmat, és a forradalom által ugye leváltották a nép által megválasztott Romanov vezetésű kormányt, és sikerült egy olyan kormányt tenni az ország élére a forradalomkor Ukrajnába, ami már Rothschild és Windsor barát. Világos ez? És a Rothschild és Windsor barát kormány hát piszkálta az oroszlán bajszát. Ugye az oroszlán az az oroszok természetesen. Jó, tehát itt semmi másról nem szól a történet, hanem ugyanaz a történet, mint 2017-ben. Oké? Ugyanaz. Illetve 2014 és 17 között. Oké? Ott 3 év alatt elszegényedett az ország. 3 év alatt. Most 2-nél tartunk. Jó? Tehát azért húzzák a háborút tovább, hogy hát ha túl sokba kerül az oroszoknak. Oké? Csak ugye van ezzel kapcsolatban egy kis gond. Az, hogy az oroszok nagyon felturbozták a katonai fejlesztést és a fegyvergyártást. És hát a fegyverek jó részét, amit gyártanak, azt eladják. Ezt nem maguk használják föl, hanem eladják. Tehát többet gyártanak már az oroszok, mint amire nekik a háború ellenére szükségük van. És abból azért rendesen jön ám az oroszoknak bevétel. Tehát éppen láttam egy videót, ahol tankgyártás folyik sorozatban, de gigantikus mennyiségű tank. A legmodernebb orosz tank, érted? Gyártása folyik. És közel nincs akkora kapacitásra szüksége az orosz hadseregnek, mert nem totális háborúról beszélünk. Tehát ez nem háború, ez csak egy ilyen konfliktus. Ha ez háború lett volna, akkor fogták volna és a fél hadsereget, mondjuk 500 ezer embert oda vezényelték volna, vagy még többet, mert több mint 1 milliós az orosz katonaság, oda vezényeltek volna, és 2 hét alatt lesöpörték volna Ukrajnát úgy, ahogy van. Érted? Persze, hát a legelején, még a legelején. De nem ez volt a cél, hogy lesöpörjék Ukrajnát, hanem az volt a cél, hogy egy hát ilyen no-go zónát csináljanak Ukrajnából. Tehát ez azt jelenti, hogy egy független zónát csináljanak Ukrajnából, egy olyan zónát, ahol tehát ami megvédi az oroszokat a NATO-tól. Tehát most gondold végig, itt etetnek minket azzal, hogy az oroszok nem fognak megállni Ukrajnánál, hogyha Ukrajnát elfoglalják. Nem is, nincs is szándékuk Ukrajnát elfoglalni egyébként.
ezzel etetnek itt minket, nyugat-európai, közép- és nyugat-európai állampolgárokat, közben az egészet azért csinálják, hogy a NATO nyugat felől ne támadja meg Oroszországot, érted? És ne tudjanak mondjuk belőni Oroszországra, érted? Tehát olyan széles sáv legyen, ami már rakéták nem tudnak átmenni. Vagy ha esetleg van olyan rakéta, ami átmenne, azt meg elfogják, mert ugye idő mire átmegy azon a területen, és el tudják fogni. Jó, szóval lényeg az, hogy az egész világunk egy olyan világ, ahol így kamusztatnak, és ilyen cumisztatnak minket, és mi beszopjuk ezeket az információkat, érted? Tehát ez gyakorlatilag közel nem úgy történnek a dolgok, és közel nem azok vannak, mint amit az ember a médiából megtud. Tehát a médiában az van, hogy itt lebeg a második világháború. Tehát most a héten történt egy olyan eset, biztos hallottatok róla, média nagyban mondja, hogy Litvánia hadat üszent Oroszországnak. Marian is mondja nekem ezt a hírt, mondom, hallottál róla? Mondom, nem is érdekelt, mert tudtam, hogy ez nem igaz. Jó? De azért fogtam és este utána néztem. Közben tudjátok, mi volt ez a hadüzenet? Tehát az egyik litván politikus nyilatkozott arról, hogy most készítsenek még videót vagy felvételt a cseh, hogy milyen? Hogy hívják azt a hidat? Nem. Kercsi hídról, ugye a Kercsi híd összeköti a kontinenst a Krimmel. Az oroszok csinálták ezt a hidat 2014 után. És többször már megtámadták ezt a Kercsi hidat, és most készítsenek, ennyi volt, amit nyilatkozott ez a politikus, hogy most még lehet róla fényképet készíteni. Na ez a hadüzenet. Érted? Ez a hadüzenet, és a média az azt mondta, hogy a litvánok hadat üzentek Oroszországnak. Hát ugye a Litvánia az NATO ország. Ha egy NATO ország hadat üzen az oroszoknak, érted? Akkor az egész NATO hadat üzent az oroszoknak. Tehát a litvánok nem csinálhatnak azt, amit akarnak. Sőt, ha mondjuk Litvánia hadat üzenne az oroszoknak, tuti, hogy feláldoznák Litvániát, hogy ne legyen világháború belőle. Simán. 5 milliós, megnéztem, 3, valahány milliós ország, és kétharmada a területe Magyarországnak, tehát pont a lakosság arányai, tehát hogy 1 kilométerre hány lakos jut, az pont fele, mint Magyarország. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, milyen hazugság az. Mikor csak ennyi volt a litván politikustól, hogy most még fényképezzék le, mert még áll. Érted? És ezt minősítette a média hadüzenetnek. De hála Istennek az oroszok nem minősítették hadüzenetnek, hanem küldtek egy olyan üzenetet, hogy hülye az a politikus. Ez volt a lényege, érted? Az üzenetnek. Nem volt százas, nem volt beszámítható, valami ilyesmi volt az üzenet, amit visszaküldtek. Kész, ennyi. Érdemben kezelték. Így van. Na most gondold végig, de az egész nyugati média ezzel lett tele, hogy hadat üzentek az oroszoknak. Tehát gyakorlatilag a NATO, mert Litvánia a NATO. Mondom, még egyszer, a NATO simán feláldozná az országot, ha ők hadat üzenének az oroszoknak. Tehát gyakorlatilag most egy 3 milliós ország most kit zavar, mit zavar, érted? Szóval lényeg az, hogy
akkora kamuk vannak, hogy, és az emberek nem néznek utána. Mi az utána nézés? Az pont a mérlegelés. Tehát a mérlegelés része, hogy az ember utána néz dolgoknak. Tehát akkor gondolkodsz, ha fogsz, és mint ami kapsz egy hírt, és akkor fogod annak a hírnek utána nézel. Érted? Ha nem nézel utána, akkor már be is vagy manipulálva. Jó? Tehát mondom, engem nagyon nem idegesített ez a hír, amikor Marian mondta, csináltam tovább a dolgomat, mert mondom, majd utána nézek, úgyis előbb-utóbb, de ez úgyis kamu. És be is bizonyosodott, hogy kamu. Szóval, tehát nem győzöm hangsúlyozni azt, egyszer beszéltem róla. Tehát akkor inkább mondom, hogy megismétlem, hogy akik jelenleg politikusok a világban, vagy akár mondjuk ezeknek az uralkodó házaknak a vezetői, nem tanultak etikát. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy ember, aki nem tanulta az etikát, az nem tudja, hogy mi a kisebb jó és a nagyobb jó közt a különbség, vagy a kisebb rossz és a nagyobb rossz közt a különbség. Nem tudja, hogy mit nem szabadna tennie, vagy mit szabad tennie, vagy mit kellene megtennie, mert ilyeneket nem tanítanak semmilyen egyetemen, semmilyen főiskolán. Ezáltal, ha egy ember nem tanulta a tisztesség, becsület, erkölcs szabályait, akkor úgy cselekedhet az életében, hogy ezeket a szabályokat nem tartja be. Ha egy ember nem tartja be azokat a szabályokat, amik ez a három területhez tartozik, akkor simán okozhat ilyen dolgokat, hogy hagyják, hogy a mit tudom én, hazugságok terjedjenek a világban, érted? Tehát szó szerint hazugságok terjedjenek a világban. Tehát amikor polgárháborúkat robbantottak ki, erről volt egy amerikai dokumentumfilm, lehet, hogy nem amerikai volt, hogy hogy robbantották ki a különböző forradalmokat az országokban. Ezt nem tudom, láttátok-e. Ezt nem most láttam már, vagy 10-15 évvel ezelőtt. Tessék? Ez egy technológia volt, így van. Hogy hogy robbantották ki a forradalmakat, és konkrétan szó volt róla, hogy ebbe az országba, abba az országba, amabba az országba, itt a második világháborút követően. És az összes forradalom, az összes háború, ha két ország háborúzott egymással, az mind harmadik fél által kirobbantott volt, az összes. És a harmadik fél természetesen közvetett módon mindig a 13 család valamelyike, vagy valami több is közülük, és nekik megvan a hatalmuk ahhoz, hogy az államok titkos szolgálatát ehhez igénybe vegyék. Természetesen ők nem tudnak ilyet csinálni. Ez kell egy titkos szolgálat, amely elintézi azt, hogy mondjuk kirobbanjon egy forradalom, vagy egy felkelés, vagy hogy hívják, mikor belháború. Polgárháború, igen. Azt a szót kerestem, így van. Kirobbanjon egy polgárháború egy országon belül. Mert nekik az érdekük az úgy kívánja. De ugye az imént beszéltem róla, hogy ennek az alapja az ő félelmük. Tehát minden ember a Földön úgy működik, hogyha félelem motivált, tehát a félelem motiválja, akkor attól az embertől, ez egy tanítás is, semmi jót ne várj. Jó? Tehát bárkit a félelem motivál, attól ne várjon. De ugyanúgy nem várhatsz jót, de az valamivel jobb az az ember, akit a harag motivál. Vagy még ettől egy kicsit jobb az az ember,
akit az ellenségesség, a rossz indulat motivál. De ezektől a rossz indulat motiváltságtól, vagy a harag motiváltságtól sokkal rosszabb a félelem motiváltság. Tehát a félelem és a rejtett ellenségesség, mint működés és mint hangulat, közvetlenül egymás mellett van, egymás alatt. A félelem van egy kicsit lejjebb, és fölötte egy nagyon picivel hangulat van, a burkol, tehát a rejtett ellenség, ellenségesség. Na most az a baj, hogy aki félelem motivációból cselekszik, azt mind burkoltan csinálja. És ezért az emberek számára nem derül ki. Mert nem mernek, ott van benne, mert fél, nem mer nyíltan megnyilvánulni, ezért rejtetten működnek. Tehát az összes olyan család, amelyik benne van ezekben a konfliktusokban, elsősorban ugye az angol királyi család van ebbe benne, meg a Rothschild család van benne, azok már réges-régóta félelem motiváltak. Réges-régóta. Az azt jelenti, hogy teljesen megpróbálnak úgy elbújni a háttérben, hogy senki ne gondolja róluk, hogy ők vannak a háttérben. Jó? Azért gondold végig, mondjuk egy Rothschild család, akik létre tudtak hozni egy országot. Nem sok ilyen család van még a világon, amely létre tud hozni egy országot. A Rothschild család hozta létre Izraelt. Oké? Úgy tokkal vonóval. Úgy, ahogy van. Ezt a Rothschild család finanszírozta meg, természetesen. Na most, van még egy dolog ezzel kapcsolatban. Volt nekünk egy, gyertek egy kicsit beljebb, jó? Volt nekünk egy második világháborunk. Na most addig, míg az amerikai kormány nem tiltotta meg a Rockefeller családnak, amely benne van a 13 családban, addig a Rockefeller család támogatta az angolokat a háborúban, támogatta Amerikát a háborúban és a németeket egyszerre. Mind a három család, vagy mind a három országot támogatta a háborúban. Ahhoz, hogy a német náci párt hatalomra jusson, az egy csomó pénz kellett. Azt részben a Rockefeller család támogatta. Jó? Csak hogy tiszta és világos legyen ez a kérdés. Szóval itt ebben a világban nem teljesen úgy vannak a dolgok, hogy az ember elképzeli. Hát én sose értettem azt, hogy honnan a manóból volt nekik, mikor tanultam már általános iskolába, meg középiskolába, ugye a második világháborúról, én akkor is gondolkodtam, és ne értettem, hogy hogy a fenében volt annyi pénzük, hogy egy teljesen anyagileg lecsúszott ország, a második világháborúban ugye a legnagyobb vesztes az Németország volt, óriási kártérítés, igen, kártérítési összegeket fizetett ki, ezért az egész lakosság elszegényedett, hogy a manóba szereztek annyi pénzt, hogy egy akkora fejlesztést tudtak csinálni, mint amit Németország a második világháborút megelőzően csinált. A semmiből nem lehet. Azt valakiknek támogatni kellett, és ki is derült, hogy kik támogatták. Hát nagy mértékben a Rockefellerek. Oké? Okay? Jó? Na most nézzük, hogy hallottál már egy ilyet, hogy második világháborúban volt, mi nem kaptunk, de a nyugat kapott Marshall segélyt.
Nem hallottál? Pedig ez a legismertebb segély a világon, ami volt a történelem során. A háború után, persze, az újjáépítésre. Az újjáépítésre a nyugati országok kaptak Marshall segélyt. És mikor az ember azt hallja, hogy segély, akkor ugye annak azt gondolja, hogy nincs viszonzása. Tehát, hogy egy segélynek nincs viszonzása, mert az hívják segélynek, hogy azt nem kell viszonozni. Én legalábbis logikusan így gondoltam hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy azt nem kell viszonozni, mert segély. És a Marshall segélynél is pont ezt gondoltam, hogy milyen jó nekik, és ezt mondták is, hogy milyen jó a nyugatnak, mert Marshall segély. Nem tudom, tudod-e, hogy egy országot segélyeznek, akkor az hogy működik? Ha egy országot segélyeznek, azt előre a segéllyel megállapodnak, hogy melyik, mi lesz. Tehát ugye ott könnyű volt megállapodni, mert már nem volt háború, ugyanis a Marshall segély az a háború utáni újjáépítésről szólt. De ott voltak azok a cégek, amik ugye ott voltak az országokban. Tehát például az egyik legismertebb ilyen cég az Opel. Az Opel az egy német tulajdonú cég volt az első világháború, vagy második világháború végéig. Majd jött a Marshall segély, és a Marshall segélynek egyik cseréje az volt, hogy az Opel az onnantól General Motors tulajdonba kerül. Úgy, ahogy van, 100%-ban ámblokk. És azért mondom az Opelt, mert az ismert név, és rengeteg olyan cég volt, amit nyugat a segély, tehát az amerikai segélyért cserébe amerikai cégek tulajdonba vettek, tulajdonba jutottak. Oké? Na most, azt gondolnád, hogy ez miért jó az amerikai államnak? Mert hazaviszik a pénzt és ott adóznak. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát a hasznot hazaviszik, és Amerikában adóznak. Egyszerű, mint a pofon. Oké? Tehát miért jó, ha Ukrajnába területeket szereznek, magánemberek, magáncégek, érted? Mert utána kiviszik onnan Ukrajnából a pénzt, és Amerikába fognak adózni. Világos ez? Ez a csere. És akkor így megengedik, hogy amerikai cégek tulajdonba kerüljenek. Oké? Az General Motors hány éve? 5 éve adta el az Stellantisnak az Opelt. A Stellantis az a Fiat és a Peugeot koncern egyesüléséből létrejött gigantikus óriás. Oké? Na most, az azt jelenti, hogy gondold végig, 46-tól, 45-től az Opel az amerikai tulajdonban volt teljes egészében. Ja? De nem csak az Opel volt ugye amerikai tulajdonban, hanem számos más egyéb cég. Például a Saab is General Motors tulajdonban volt. Jó? Teljes egészében. Akkor Ausztriában is voltak ugye amerikai tulajdonos cégek, például Chrysler, amelyikek ugye megvették, vagyis nem megvették, hanem megszerezték akkor a Marshall segélyért cserébe az ausztriai puh autógyárat, érted? Satöbbi, satöbbi. De ezek csak az ismertebbek. Tehát gondoljátok végig, hány cég volt
Európában a második világháborúig, amelyiknek ugye egy jó része amerikai tulajdonba került. Na hát gondold végig, most ugyanez van bárhol a világon. Amikor egy ország segélyt kap, akkor cserébe bejöhetnek abból az országból, ahonnan a segélyt adták, bejöhetnek cserébe cégek. Oké? És tulajdont szerezhetnek. Jó? De ez Magyarországon is ugyanez van. Nem tudjuk fizetni a hitelt? Semmi gond. Akkor átmegy egy állami cég magántulajdonba, de nem magyar magántulajdonba, hanem egy másik ország, egy nyugati országban lévő tulajdonosok cégnek a tulajdonába. Világos ez? Tehát például így lett az egyik legjobban prosperáló magyar állami cég a Tungsram. Hát ugye az volt a legjobban működő magyar cég Magyarországon. A Tungsram így lett például General Electric tulajdon. Oké? És akkor látszólag megvették. Most hallottam például a minap egy olyan hírt, képzeljétek el, hogy mit tudom én, van a hőerőmű, a visontai, vagy minek hívják? Igen. Itt, ahogy megyünk az M3-asról, látni tudod. Azt visontainak hívják? Na, azt megvették valami 5 milliárdél, ahogy hívják, a Stroman céget, hogy hívják? A Mészáros, így van, Mészárosék megvették, és utána kiszedték belőle azt a pénzt, amit ki lehetett, és utána eladták az államnak 17 milliárdért. Tehát az államtól megvették 5 milliárdért, és utána eladták az államnak 17 milliárdért. Ez nem friss hír, de hát én nem tudtam, nekem friss hír volt. Ez már régi történet, persze. Ez régi történet, de nem több évtizedes történet. Tehát ilyenek vannak, csak hogy tiszta és világos legyen. Ilyenek vannak. Szóval érdekes, érdekes világban élünk, csak azért, hogy úgy tisztán lássunk, hogy mennyire szükség van arra, hogy az ember tudatosabb legyen. Tudatosabb legyen. Tehát eszesebb, mondhatjuk azt, hogy ne butuljon el. De az eszességnek vannak egyéb jótékony hatásai is. Nem csak az, hogy átlátja az ember a dolgokat, hanem az eszesedik olyan téren, hogy mondjuk hogyan bánjál önmagaddal, hogy hogyan bánjál a pároddal, hogyan bánjál a szüleiddel, a gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel. Ez mind-mind külön téma. Környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ha az ember tanulja ezeket a dolgokat, akkor az azt jelenti, hogy ezeken a területeken tud boldogulni. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire tudsz önmagaddal bánni. Mi az önmagaddal való bánásmódnak az alapja? Nem az ego, jó? Hanem az önbizalom. Az önbizalom. Márpedig a mai világban az emberek sokkal, de sokkal kevesebb önbizalommal rendelkeznek, mint előtte valaha. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy így megyünk vissza az időben, és azt látni, hogy régebben egyre több és több önbizalommal rendelkeztek az emberek, mint átlagosan, mint manapság. Tehát van egy alapja, ez egy kis tanítás lesz, van egy alapja az önbizalomnak, ha már itt beszélek az önbizalomról. Az alapja, tudod micsoda? Az alapja az önbizalomnak az, hogy ha az ember tudja azt, hogy képes,
azzal szembe, hogy nem tudja, hogy képes, mert ugye ez a, ha van önbizalmad, akkor tudod, hogy képes vagy, meg tudod tenni, meg tudod csinálni. Ha az embernek rendben van az önbizalma, akkor bármelyik területen el tudja azt képzelni, hogy azt rendbe tudja rakni, mert az tőle függ. Minél kisebb egy embernek az önbizalma, annál kisebb hatást tud, pozitív hatást gyakorolni az életére, annál nagyobb negatív hatást gyakorol a saját életére, persze a környezetében lévőkre is, mert annál jobban el fogja rontani az életét. Tehát minél inkább egy ember azt gondolja, hogy nem tőle függnek ezek a dolgok, annál rosszabb életet fog élni. Minél jobban egy ember el tudja képzelni, hogy ezek a dolgok, ezek a területek tőle függnek, annál jobb életet tud élni. Tehát manapság, ugye nemrég volt a párkapcsolati coachképzésünk, az előző hónap, és azelőtt ugye 6 hónapunk, vagy még 5 hónapon keresztül, és ugye sokan azt gondolják, hogy a párkapcsolat, ha nem jó egy párnak a párkapcsolat, akkor a másik a hibás. Mindig ezt látni, mindig. Tehát soha nem magukat hibáztatják, hanem mindig a másikat. Tehát ők minden magukat jól csinálnak, a másik a hibás. Tehát ugye minden párkapcsolat, amelyik szétmegy, ez így működik. Vagy szétmenőben van, így működik. Na most, de gondold végig, miért mondják ezt az emberek? Mert nem tőle függ. Azt gondolja. Ha nem tőle függött, hát a másik a hibás, akkor tőle nem függ semmit, a másiktól függött. Világos ez? Hát mit tehetek én arról? Hát a másiktól függött. A másik a hibás. Hát én mindent jól csináltam, hát én nem vagyok hibás. A másik az igen. De az önbizalom azt jelenti, hogy minél nagyobb az önbizalma az embernek, annál jobban tudja azt, hogy ez a terület mind tőle függ. Oké? És nem a másiktól. Na most, tehát mindennek az alapja, az összes többi területnek is, az, hogy az embernek hogy működik az önbizalma. De nyilván maga az önbizalom tudás nélkül nem elég. De az embernek van önbizalma, akkor biztos, és tényleges önbizalma, és nem egóról beszélek, akkor biztos, hogy jó hangulatú. Ha jó hangulatú, akkor az is biztos, hogy nyitott. És ha egy ember nyitott, akkor nyitott a saját fejlődésére is. Ha egy ember önbizalom hiányos, akkor azért önbizalom hiányos, mert nem elég jó hangulatú. Ha nem elég jó hangulatú, akkor nem elég nyitott. És ha nem elég nyitott, akkor nem elég nyitott a saját fejlődésére sem. Tehát ezek így függnek össze. Tehát az az ember, aki mondjuk önbizalom hiányos, de ráveszi magát, hogy nyitott legyen, az még mindig kevés. Mert van egy alapvető működése minden embernek, és ez egységes. Hogy ha az egyén ugyanazt az életet éli, mint előtte, akkor abból a helyzetből ő nem fog kikerülni. Mert ez egy alapvető dolog, hogy minden vissza akar térni az alapállapotba. Ez egy univerzális törvény, hogyha nem teszünk kellő mennyiségben és minőségben azért,
hogy ne rendeződjenek vissza a dolgok, akkor azok vissza fognak rendeződni. Ez a semmit tevés a legjobb módszer, hogy visszarendeződjön. És az azt jelenti, hogy a visszarendeződés alapja mindig az, amilyen szokásokat alkalmaz az adott személy. Ha a szokásain nem változtat, akkor az életében nem lesz változás. Tehát nem azt mondom, hogy minden szokást változtass meg. Nem. A rossz szokásaidat változtass meg. Mindenkinek vannak rossz szokásai. Nem szokása, szokásai. Jó? És azok közül lehetőleg minél többet változtass meg. A jó szokásokat nehogy megváltoztass. Azokat hagyd meg. Hát biztos, hogy vannak jó szokásaid is. Azokhoz ne nyúj. És a rossz szokásokról akkor fog egy ember lemondani, ha a környezetváltozást is csinál. Mit jelent a környezetváltozás? Nem azt mondom, hogy költözz el, hanem ne mindig ugyanazokkal az emberekkel legyél, hanem legyél olyan emberekkel is, akik a fejlődésedet segítik elő, és nem hátráltatják a fejlődésedet. Honnan tudni, hogy valaki hátráltatja a fejlődésedet? Nagyon egyszerű. Elősegíti vagy nem? Ha nem segíti elő, akkor hátráltatja. Ez ennyi. Nincs más, olyan nincs, hogy semleges. Az, aki nem segíti elő a fejlődésedet, az hátráltatja a fejlődésedet. Világos voltam. Nem kell elhinni, semmi gond, meg fogod tapasztalni. Oké? Tehát nincs ezen a területen semlegesség. Oké? És megnézed a saját környezetedben élők, vajon segítik-e a te fejlődésedet? Ha nem, akkor hátráltatnak. Ez biztos. Nyilván a hátráltatásnak már van különböző fokozata. Hogy mennyire hátráltatnak. Kicsit vagy nagyon, stb. Stb. Az attól függ, hogy milyen környezet. De hogy hátráltat, az biztos. Tehát vagy segítik az emberek mások fejlődését, vagy hátráltatják. Oké? Ahhoz viszont, hogy az ember fejlődhessen, kellenek olyan emberek is, akik nem hátráltatják az ő szellemi fejlődését, hanem bizony elősegítik. És ugye az a jó közösség, amelyik minden minél nagyobb mértékben segíti elő az egyén fejlődését. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy mi egy ilyen közösség vagyunk, amely páratlan szinten tudja elősegíteni az emberek fejlődését. Oké? Ehhez a közösséghez csatlakozhatsz, vagy kimaradhatsz belőle. De ehhez hasonló közösséget sem fogsz találni. Nem, hogy nagyon-nagyon hasonlít hozzá, hanem hasonlót. Oké? Úgyhogy várunk szeretettel, ránéztem az időre, jól elment az idő, várunk szeretettel, ha ezeket a területeket jobbá akarod tenni az életedben. De miért kell jobbá tenni? Amit a legelején volt. Nézzük csak. Itt volt. Mindjárt oda szaladunk. Na. Itt van. Hogy az emberiségtől függ, az emberiség tudatosságától, eszességétől függ, hogy a világunk jó felé megy, vagy nem jó felé. Minél tudatosabbak, eszesebbek az emberek, annál jobb irányba halad a világ. Oké? Minél butábbak az emberek, annál
rosszabb irányba haladunk. Világos? Nem. Mert engem nem tudnak manipulálni. Mert elég eszes vagyok hozzá, hogy nem tudjanak manipulálni. De az emberek nagy részét tudják. Oké? És itt erről szól a történet, elmondtam. Minél tudatlanabb egy ember, annál jobban manipulálható. Oké? És az azt jelenti, hogyha az emberek eszesednek, akkor az emberek nem manipulálhatóak. Oké? Minél eszesebb, annál kevésbé manipulálható. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!